Versenyképes magyar fajták, mennyiségben és minőségben is felveszi a versenyt a külföldivel a magyar burgonya, hangzott el a gyulatanyai országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson. Sikeres együttműködés, magyar és román határrendészek közös munkájának köszönhetően kerültek meg a vállajon ellopott aranyékszerek. Gondolnak a jövőre, az elmúlt 8 hónapban 220 millió forint értékben 1400 babakötvényt kötöttek a megyében. Egyre többen termelnek magyar nemesítésű burgonyát hazánkban, ma már megközelíti a 30%-ot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyar fajták versenyképesek a külföldi fajtákkal szemben, mennyiségben és minőségben is. Erről az országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson, fajta és növényvédelmi bemutatón szóltak a szakemberek gyulatanyán. A gazdák azt mondják, idén jó termésre számíthatnak azok, akik az aszályos időszakban öntözni tudtak. Érdeklődve figyelik a gazdák a kiállított burgonya fajtákat gyulatanyán. Hazánkban jelenleg mintegy 60 félét termelnek, ebből több mint 20 magyar nemesítésű. Ma még a holland fajták dominálnak, viszont egyre többen termelnek magyar krumplit is. Örvendetes, hogy a magyar fajták részaránya egyre nagyobb. Becslések szerint most már a 30%-ot megközelíti, hisz ezek a magyar fajták leromlásnak ellenálló fajták, tehát jók a vírusrezisztencia tulajdonságai, ilyenek a keszthelyi fajták is, a nyíregyházi fajták is, illetve a kisvárdai általam nemesített pannónia fajta is. Tehát ezeket a termelők általában a gyakorlatban meg is hagyják több éven keresztül, tehát 3-4 év után újítják meg a vetőgumót, addig mindig a termésből meghagyják, azt ültetik vissza, és még így is versenyképesek a külföldi fajtákkal, termés mennyiségre és minőségre is. A tanácskozáson elhangzott, Magyarországon egykor 60 ezer hektáron termeltek burgonyát a gazdák, mára a termőterület nagysága 20-25 ezer hektárra csökkent. Az Európai Uniós csatlakozást szeretném itt felhozni, nem mint rossz példaként, csak amiatt, hogy végülis az Európai Uniós csatlakozás alkalmával nagyon nagy mennyiségű fajta és szaporítóanyag is érkezett az országba, illetve hát az áru burgonyas be tud az országba érkezni, semmiatt mind a vetőmag szaporítások, illetve a burgonya vetőmag előtások, mind az áru természetre lecsökkent az országban. Pedig a korszerű technológiákkal, megfelelő vetésforgó növények használatával vagy trágyázással nagy termés átlagot lehet elérni. A lomtrágyázás egyébként egy olyan lehetőség, amivel a legtöbb esetben növelhető a termés mennyisége is, és a minősége is javítható. Természetesen ehhez jó minőségű lomtrágyák kellenek, természetesen ehhez megfelelő kondíció kell. Van, amikor nagyon jelentősen tudja növelni a termés, van, amikor viszont szinte elenyészően. Mindig az a kérdés, hogy a befektetett költségeket meg tudjuk-e überelni, tehát hogyha lényegesen magasabb termés eredményt, illetve hát bevételt, jövedelmet tudunk elérni, mint amennyibe került, akkor megérte a lomtágyás kezelés. A gazdák azt mondják, idén jó termésre számíthatnak azok, akik az aszályos időszakban öntözni tudtak. Csapadékelosztás is jót, illetve nekem az egész területem öntözhető, így a kritikus időszakot át tudtam vészelni, úgyhogy nekem így, amit felhúztunk burgonytövek, mert ami most itt bemutatásra kerülnek, egy olyan 400-től 700 mázsára számítunk hektáronként, ami nagyon jónak mondható magyar viszonylatban, legalábbis az itteni földeken. A nagy látogatottságú rendezvényen főzőversenyt is rendeztek, 12 csapat mérte össze tudását, természetesen itt is a burgonyáé volt a főszerep. A gazdálkodók azt mondták, céljuk, hogy hazánkban mindenki Magyarországon megtermelt burgonyát vásároljon, ne külföldit. Magyar és román határrendészek közös munkájának köszönhetően rendőrkézre került egy román állampolgárságú férfi, aki egy vállai családi házból aranyékszereket lopott. A nyomozás során kiderült, hogy egy román nő gyűrűje is nála volt, az ellopott ékszert a megyei rendőrség képviselői adták át a hölgynek. Ezeket az aranyékszereket tulajdonította el a 41 éves román férfi egy vállai családi házból. A bejelentés május 21-én érkezett a Mátészalkai rendőrkapitányságra, az akkor még ismeretlen tettes ellen pedig azonnal elindult a nyomozás. Ennek eredményeképpen rövid időn belül elfogtak egy 41 éves román állampolgárságú férfit, aki megalapozottan gyanúsítható volt a bűncselekmény elkövetésével. A férfit előállították a rendőrkapitányságra és kihallgatták gyanúsítottként, melynek során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Ezután helyszíni kihallgatásra vitték kollégáim.
A helyszíni kihallgatás során a férfi beismerő vallomást tett, elárulta, hová rejtette a főként arany ékszereket, melyeket későbbi eladásra szánt. Az elszámolás során azonban nem minden ékszert ismert fel a vállai tulajdonos. Egy gyűrűt nem vallott magáénak. Ezután elszámoltatták ismét a gyanúsítottat, aki először sajátjának vallotta az egyébként női gyűrűt, majd később kiderült, hogy azt egy korábbi betörés során, amit Romániában követett el, tulajdonította el. Ezt követően vették fel a kapcsolatot a Máté Szalkai kollégáim a román rendőrség munkatársaival, és az egyébként is nagyon jó együttműködés keretében megkezdték a közös munkát. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi korábban több betörést is elkövetett Romániában, így az ottani rendőrök nagy erővel keresték. Csütörtökön pedig a sértett a vállai határátkelőnél átvehette a gyűrűjét. Nagyon örültem, és különösen annak, hogy rövid időn belül megkerült. Akkor, amikor eltűnt, amikor észrevette az eltűnését, hogyan reagált rá? Hát nem igazán a gyűrűt sajnáltam, hanem ne történjen újra. A magyar és román határrendészek az együttműködést a jövőben is folytatják, a további sikeres felderítések érdekében. Országszerte népszerű a babakötvény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1405 babakötvényt kötöttek az előrelátó szülők tavaly decembertől ezidáig, összesen 220 millió forint értékben. A gyerek kizárólag akkor férhet hozzá a számára félrerakott pénzhez, amikor betöltötte 18. életévét. Azt gondoltuk, hogy ha a gyerek megszületik és majd betölti a 18. életévét, akkor majd legyen neki mihez nyúlnia öngondoskodás címén. Ennek a kismamának fél év múlva születik első kisbabája, de előrelátóan már most érdeklődött a babakötvényről. Az állam ugyanis 42.500 forinttal járul hozzá minden gyerek életéhez, akiknek hozzátartozóik babakötvényt kötnek. A tavaly decemberben bevezetett életkezdési támogatás nagyon népszerű. Országosan ezidáig közel 30.000 gyermek részére nyitottak számlát. A baba kötvényben tárolt szülői pénz az meghaladja 6 milliárd forintot országosan. Megyénkben 1400 fölötti ügyfélszámnak örülhetünk. Egyébként a Kölcsei TV itt volt az idén, amikor az 1000. baba kötvényt kötötték, és egy kis ünnepség keretében köszöntöttük is azt a babát, akinek a nevére kötötték az 1000. baba kötvényt. Most már, hál' Istennek, 1400 fölött vagyunk, és 220 millió forintot meghaladó összegben van babakötvény a szülők tulajdonában. Megyénkben hetente átlagosan 43 babakötvényt kötnek. A kötvénynek hozama is van, hiszen az infláció felett 3% kamatot ad. A gyerek kizárólag akkor férhet hozzá a számára félrerakott pénzhez, amikor betöltötte 18. életévét. A szülők, nagyszülők, rokonok pedig korlátlanul bármekkor összeget befizethetnek a számlára. Úgy gondolom, hogy ezt azok a szülők élik meg, akiknek már egy kicsit nagyobb a gyermekük, és találkoznak azzal az esettel, hogy a gyermek tovább szeretne tanulni, hál' Istennek értelmes, okos, aranyos gyermek, és akkor azt mondják, hogy Szent Isten, az életkezdéshez mekkora pénzt kellene befektetni. Akár egy továbbtanuláshoz, akár egy lakásvásárláshoz, akár egy vállalkozás beindításához. Az életkezési támogatás a Magyar Állam Kincstár ügyfélszolgálatán köthető meg, bármely magyar állampolgárságú, magyar lakhelyen rendelkező gyermek számára kiállítható. A terület alapú támogatások és az agrár környezetgazdálkodási alap átalakítása közel 10 milliárdos nagyságrendű elvonás a mezőgazdaságból, amelyek kárát a megyében leginkább a gyümölcsösök fogják elszenvedni. Hangzott el az Együtt és az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület közös sajtótájékoztatóján. Helmeci László a tájékoztatón bejelentette, megtette a feljelentést a nyíregyházi, mint fogalmazott, tejmutyi ügyben, amiben a közbeszerzési pályázatot és eljárást kifogásolja. Figyelmen kívül hagyta a közbeszerzési törvényt Nyíregyháza önkormányzata, amikor április végén egy olyan céggel kötött közbeszerzési szerződést, az ingyen iskolatejre, amelyik csupán kereskedő cég, nem tart szarvasmarhákat, holott a szaktárca szabályai szerint nem a kereskedő cégeket kell preferálni az iskolatej program pályázatainál. Utalt vissza a történtekre Helmeci László, aki ismeretlen tettes ellen nyíregyházi állampolgárként és ügyvédként tett feljelentést. Itt én azt gondolom, hogy felmerül a közbeszerzési pályázat kiírása, döntéshozatal és egyéb kérdések kapcsán nagyon komolyan felmerül a hivatali visszaélésnek a büntette. Felmerül, hogy itt költségvetési
nemzeti és uniós forrásokról van szó az ingyen iskola tejnél, nem városi pénzt költögetnek itt ezek az emberek. Ott viszont felmerül nagyon komolyan a költségvetési csalásnak az alapos gyanúja, illetőleg az első fél év vonatkozásban az ellenőrzés elmulasztása, mert ugyebár az új BTK nagyon konkrétan fogalmaz ismételten, hogy bizony az is bűncselekmény, ha megkötök egy szerződést, és nem a szerződés szerint történik az uniós források elkötésére irányuló szállítások, tevékenységek. A törvényeknek megfelelően esélyegyenlőség mellett a leggazdaságosabb pályázatot kellett volna pozitívan elbírálnia a városnak, tette hozzá Helmeci László. A sajtótájékoztatón a nyíregyházi Fröccs címet viselő új bulvárlapot élesen kritizálta Lövei Csaba, az Együtt Országos Politikai Tanácsának tagja. Szerinte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT által a nyíregyháziak pénzén kiadott lap a jelenlegi városvezetés egy újabb kampányfelülete, mondta az Együtt politikusa. A nyíregyházi önkormányzat a témával kapcsolatban fenntartja a korábbi nyilatkozatát, amely a következő, szó szerint idézem. Az iskolatej program keretében városunkban közel 6400 gyermek részesült tej- és tejtermékekből valamennyi tanítási napon 2014. január 20-ától 2014. július 31-éig. Ezen program folytatására van lehetőség 2014. augusztusától 2015. július végéig. Az ezzel kapcsolatosan lefolytatott beszerzési eljárás teljesen jogszerűen az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak maradéktalan betartásával történt. Három beszállító cég ajánlata közül végül a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő nyíregyházi cég ajánlata nyert. Csökken az illegálisan lerakott szemét mennyisége a közterületeken. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A jövő hét végén 40. alkalommal rendezik meg a Sóstó Kupa ökölvívó versenyt. Az előzetes nevezések alapján több mint 80 bunyós méri össze tudását a Nagymedence mellett felállított ringben. A rendező NVSC Big Boxing célja, hogy ismét a legjobbnak bizonyuljon a csapatversenyben. A bajnoki címet és a feljutást célozza meg a megyei első osztályból kiesett nagyecsedi futballcsapat. Az Opra Mihály által irányított együttes minőségi labdarúgókat igazolt, így esélyesként vág neki a megyei másodosztályú pontvadászatnak. Ádámszkék vasárnap Magyar Kupa mérkőzésen Nyíri Bronyban lépnek pályára. Míg korábban 6-700-addig most 3-400 köbméternyi illegális hulladékot szednek össze évente a NyírVV munkatársai és közfoglalkoztatottai. A társaság közterület fenntartási irodavezetője elmondta, legtöbbször a külterületeken és a ritka forgalmú összekötő utakon helyeznek ki illegálisan hulladékot. Ez a nyíregyházi Pásztor utca, amely a Borbányai Kálói utat és az Orosi Szálási utat köti össze. A hosszú, ritka forgalmú dűlőúton évek óta rendszeresen raknak le illegálisan hulladékokat, legtöbben az árokba dobálják a szemetet. Az illegális hulladéklerakásokkal küzd a közterületfelügyelet, a nyíregyházi városüzemeltetés és vagyonkezelő Kft. Is, a rendőrség, polgárőrség. Ez hívta életre a hulladékkommandó szervezetet, amely egy kicsit szervezettebb formában próbál és közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen, illetve egyszer elérhetjük azt a célt is, hogy teljesen felszámoljuk az illegális lerakóhelyeket. A hulladékkommandó évente többször, akár 6-8 alkalommal is feltérképezi a várost és környékét, hogy felszámolják az illegális hulladék lerakóhelyeket. Évközben azonban a NyírVV közfoglalkoztatottai és munkatársai szedik Nyíregyháza közigazgatási területén a hulladékot. A tevékenységre évente mintegy 7 millió forintot fordít a társaság. Az elmúlt években a felszámolt hulladék mennyisége csökkenő tendenciát mutat, tehát a hulladékkommandó alakulásakor még egy 6-700 köbméter hulladékot szállítottunk be évente, most azért ez 3-400 köbméternél áll meg. A társaság közterület fenntartási irodavezetője hozzátette, a hulladékok között akadhatnak iratok, különböző dokumentumok is, amelyek segíthetnek a hulladékot elhelyező azonosításában. A lerakó ekkor a közterület felügyelettől büntetésre számíthat, az összeg mértéke pedig attól is függ, hogy mekkora mennyiségű és milyen hulladékot helyezett ki az elkövető, akit minden esetben felszólítanak, hogy saját költségre szállítsa el és ártalmatlanítsa a hulladékot.
A jövő hét végén 40. alkalommal rendezik meg a Sóstó Kupa ökölvívó versenyt. Az előzetes nevezések alapján több mint 80 bunyós mérősze tudását a Nagymedence mellett felállított ringben. A rendező NVSC Big Boxing célja, hogy ismét a legjobbnak bizonyuljon a csapatversenyben. Kerek évfordulóhoz érkezett a régió legnagyobb ökölvívó versenye, amelyet egy időben a Városi Stadion csarnokában rendeztek meg, és amely néhány éve visszaköltözött eredeti helyszínére a Sóstói strandra. Az elmúlt 4 évtizedben számos hazai és nemzetközi klasszis lépett szorítóba a tornán, és ezúttal is láthatnak válogatott bunyósokat a sporták szerelmesei. Az már biztosnak tűnik, hogy ismét összejön az elmúlt években megszokott létszámú mezőny. Úgy gondolom, hogy az utóbbi évekhez szokásos 80 körüli induló létszám az biztosan meg lesz. 44 klubnak küldtünk meghívót, folyamatosan érkeznek a nevezések, igazán péntek éjfélkor zárjuk le, tehát hétfőn már pontosabb adatokat tudok mondani. Természetesen a rendező NVSC Big Boxing indítja a legnagyobb csapatot, és a hazaiak szeretnének udvariatlan házigazdának bizonyulni, legalábbis abból a szempontból, hogy itthon akarják tartani a 2 éve őrzött csapatbajnoki trófeát. Ha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor egy olyan 15 fővel indulunk, fiúk, lányok, ugye fiúknál 2 korosztály, junior, ifi, illetve lányoknál ifi és felnőtt, néhány súlycsoportban meghívás alapján. Természetesen szeretnénk minél több első helyezést elérni, és a kupát itthon tartani. Kovács Rihárd, Horváth Tamás, Nagy Kitti, Ferenc Judit, Kovács Klári, tehát őtőlük mindenképp, de Kós Dávidtól kezdve az új hullám, a kezdőbbek is be tudnak érni. Augusztus 9-én szombaton a délelőtti mélegelés követően lépnek szorítóba a boxolók, vasárnap pedig 9 órától láthatják a döntőket az érdeklődők. A bajnoki címet és a feljutást célozza meg a megyei első osztályból kiesett nagyecsedi futballcsapat. Az Opre Mihály által irányított együttes minőségi labdarúgókat igazolt, így esélyesként vág neki a megyei másodosztályú pontvadászatnak. Ádámszkijék vasárnap Magyar Kupa mérkőzésen Nyíribronyban lépnek pályára. Az elmúlt szezonban az utolsó fordulóban búcsúzott el a megyei első osztálytól a nagyecsedi futballcsapat. Tekintve, hogy az ecsediek 3 évvel ezelőtt még bajnoki címet szereztek az NB3-ban, a kiesés mélyütésként érte a szurkolókat és a vezetőket. Utóbbiak nem sokáig tétlenkedtek, igyekeztek egy olyan együttes kialakítani a nyáron, amely egyértelmű bajnok esélyesként vág majd neki a megyei másodosztálynak. Így került Nagyecsedre többek között a Ferencvárost is megjárt Vámosi Csaba és egy kemecsei különítmény Szabó Attila, Balogh Gyula, Hóman Rihárd, valamint Ádámszky Róbert. Először is az volt ott a lényeg, hogy vissza kell jutni, úgy a tavaly kiestek a megye első osztályból. Én úgy gondolom, hogy úgy igazoltunk, úgy erősítettünk, hogy szerintem ez a cél lesz teljesíthető. A társaságról meg annyit, tehát nagyon szeretik a focit Ecseden, tehát ugyanúgy, mint Kemecsén, csak rajtunk múlik itt is a siker. Én azt gondolom, ez az osztályhoz képest szerintem jó csapatunk lesz. 3 edzőmeccset játszottunk eddig, 1-en vereséget szenvedtünk, a másik 2-t megnyertük. Ádámszky Róbertnek Nagyecseden csak a pályán van feladata, és a támadó tisztában van azzal, hogy mit várnak tőle új csapatában. A gólokat ugye most nem edzőként vagyok, hanem mint játékosként. Hát eddig nem hiszem, hogy lehet rám panasz, minden meccsen rúgtam 3 gólt. A Nagyecsed vasárnap 17 órától Magyar Kupa mérkőzésen Nyíribronyban lép pályára, a bajnokságot pedig augusztus 16-án a Milota otthonában kezdik majd Ádámszkyék. A labdarúgó NB1 második fordulójában a Nyíregyháza Spartacus szombaton 18:30-as kezdettel a Paks csapatát fogadja a Városi Stadionban. A további párosítás Puskás Akadémia Pécs, MTK Debrecen, Videoton Dunaújváros, Kecskemét Szombathely, Pápa Ferencváros, Győr Budapest Honvéd és Újpest Diósgyőr. A Nyíregyháza Spartacus Paks mérkőzést vasárnap este 20 óra 25 perctől láthatják a Kölcsei Televízió nézői. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Egyre többen termelnek magyar nemesítésű burgonyát hazánkban, ma már megközelíti a 30%-ot. A magyar fajták versenyképesek a külföldi fajtákkal szemben, mennyiségben és minőségben is. Erről az országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson, fajta és növényvédelmi bemutatón szóltak a szakemberek Gyulatanyán. A gazdák azt mondják, idén jó termésre számíthatnak azok, akik az aszályos időszakban öntözni tudtak.
Magyar és román határrendészek közös munkájának köszönhetően rendőrkézre került egy román állampolgárságú férfi, aki egy vállai családi házból aranyékszereket lopott. A nyomozás során kiderült, hogy egy román nő gyűrűje is nála volt, az ellopott ékszert a megyei rendőrség képviselői adták át a hölgynek. Országszerte népszerű a babakötvény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1405 babakötvényt kötöttek az előrelátó szülők tavaly decembertől ez idáig, összesen 220 millió forint értékben. A gyerek kizárólag akkor férhet hozzá a számára félrerakott pénzhez, amikor betöltötte 18. életévét. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták szombaton és vasárnap, heti hír összefoglalóval, a Krónikával várom majd Önöket. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is kánikulai melegre számíthatunk, hiszen továbbra is meleg, nagyrészt száraz léghullámok áramlanak fölénk. Éjjel derült lesz az ég, csapadék nem várható, az északkeleti szél pedig mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható, záporzivatar nagyon kis eséllyel fordulhat elő délután, zivatarok környezetében a szél átmenetileg viharossá válik. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap és a jövő héten sem számíthatunk lényeges változásra, folytatódik a meleg nyári idő, továbbra is meleg, változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk, emiatt a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként erősen megnövekszik majd a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok teszik változékonnyá az időt, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Éghajlatunkon gyakorinak mondható a nyári szárazság, erre utal az e-napi időjáráshoz kötődő termésjóslás is. Ha vasas Szentpéter napján még eső lesz, lesz kukorica, de ha még akkor se esik, gyühet a Duna vize is, nem lesz kukorica. Idén szó sincs szárazságról, sőt egyes kultúrákat már a túl sok csapadék fenyeget.